Hírek. December 18-án felléptünk, volt az éves nagy koncertünk, ami már az 5. éve meg van tartva, és akkor utána pihenőre vonultunk a srácokkal. Azért volt, mert az elmúlt 2 év, ami a tavalyi meg a tavaly előtti, az borzasztó hosszú volt. Több mint 200 fellépést csináltunk meg ugye 2 év alatt, és zenekarral megcsinálni, nem tudom, 100 fellépést, az teljesen más, mint mondjuk haknizni. Mind a kettő nagyon leszívja az embert. Elfáradtunk, meg tavaly kihoztunk 8 videóklipet, kihoztunk egy lemezt, az egész évünk munkával telt. Tudom, hogy a szívem néha téved, mondd miért hallgassak el, akkor sem megy, ha kéred. 10 év alatt volt egy kialakult rutinunk, hogy hogyan írjuk a dalokat, volt egy kialakult munkafolyamatunk, ahogy ezeket megcsináltuk, ahogy összeültünk, összeraktuk a stúdióban, ez egy kialakult folyamat volt már, és azt éreztük az utolsó lemeznél, hogy ebből a munkafolyamatból, ahogy jelenleg dolgozunk, többet nem lehet kihozni. Bevontunk olyan embereket is a munkába, akik szakmailag nagyon jók, elismerik őket a szakmában is, és így próbálunk tényleg olyan produkciót csinálni, ami egyre színvonalasabb lesz. Van nekünk egy saját énekesnőnk, Patrícia, aki mindig jön velünk a fellépésekre zenekarral, de így dalokban nem dolgoztunk már vele, és van sok közös dalunk is, de nem szeretnénk állandóan ugyanazzal a hanggal, hanem szeretnénk mi is változatosabb lenni ebben a témában is, illetve próbálkoztunk, kerestünk valami igazán erőteljes hangot, és hát szerintem Magyarország egyik legjobb hangját találtuk meg ehhez. Próbálkoztunk több hölgyeménynél is, és Nika tök aranyos volt, elvállalta. Ez a dal is a kapcsolatok témakörét boncolgatja, mint az eddigi. A múltkor pont néztem, hogy 100 dalt írtunk már egyébként, abból szerintem egy olyan 80 ezt fejtette ki. Valamilyen formában vagy együtt vagyunk, vagy nem vagyunk együtt, vagy már majdnem együtt vagyunk, vagy még nem vagyunk együtt. Ez főleg azért van, mert az emberek, amikor hallgatják, vagy azt mondják, hogy jön egy új Children, akkor eleve várnak valamit. Az emberek beskatujáznak, akarva, akaratlanul is. Szerintem ez senkitől nem szándékos, de ez ugyanígy igaz az összes többi zenekarra. Ez mindenki, aki eljut egy bizonyos szintre, azt már úgy vannak ilyen elvárások vele szembe. Tőlünk szerintem azt várják, hogy milyen dalokat írjunk. Azért érdekes az a klip egyébként, mert hogy van egy jelenet, ahol háttérben Ben Stiller található, hát őt is felkértük, hogy szerepeljen egy kicsit a klipbe, és elvállalta, nagy örömünkre, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezúttal is neki. Thank you, Ben!